elnézést még egyszer. Egy viszonylag kompakt és viszonylag komplex helyi forrás alapú térségfejlesztési programot, amivel Isten igazából semmi célunk nem volt, csak megpróbáltuk egy pici laboratóriumi lombikban vegyíteni mindazokat az összetevőket, aminek eredményeképpen szerintünk egy picike vidéki város élhetővé válhat, fenntarthatónak látszó vonásokat viselhet, és a fiataloknak mondjuk nem evidens, hogy azonnal nagyvárosba költöznek, ahogy 18 évesek lesznek. Ennyi volt a kiindulási pont. És ebben a koncepcióban megpróbáltunk egy olyan jövedelem termelő és jövedelem megtartó képességet összeeszkábálni a táji adottságokra és a gazdasági adottságokra vonatkoztatva, aminek eredményeképpen például a természeti környezet megtartásával és az erőforrásokkal való felelős gazdálkodással vagyunk képesek olyan javarészt mezőgazdasági munkahelyeket teremteni, amivel ad abszurdum még a fiataloknak is némi jövőperspektívát kínálhatunk. Itt a kulcs szó a kultúrtáj volt, hirtelen rájöttünk, hogy valójában mi egy kultúrtájon élünk, mint hogy a Dunakanyar ártéri öntés területei, itt pár száz hektárról van szó, tehát jelentőségében nem mérhető a előttem szólók előadásaihoz, tehát egy icipici valamiről van szó. Minden esetre egy évszázadok óta tradicionális szalagparcellás, kiskerti konyhakultúra van, ami tényleg az elmúlt 600 évben nem nagyon sokat változott karakterileg, és ezek a területek már gyakorlatilag teljesen elhagyottak, szabadon, tehát mindenféle gazdálkodás nélkül ott állnak, mennek tönkre a gyümölcsfák, amik javarészt tájfajták, javarészt őshonos, sok mindennek ellenálló növények, és mindenre megkíséreltünk egy olyan agrárhangsúlyú koncepciót összeragasztatni, ahol a keletkező kimeneti oldalt felszívja a helyi mondjuk közétkeztetés és egyébként a helyi piac, és most jutunk a tényleges témához, melynek valójában annyi a mondani valója, hogy a 2011 áprilisában nagymarosan nyílt termelői piac, az Isten igazából nem egy hasra csapott ötlet volt, és nem egy önmagában álló kis produkció, hanem annak idején megpróbált beágyazódni egy integráns koncepcióba. Tehát egy olyan rendszerbe, aminek ez egy kritikus eleme, jelesül, hogyha lesznek termelők, akkor nyilván kell egy értékesítési platform, mondjuk azon kívül, hogy behordják a közétkeztetésbe, és lám-lám, ebből a célból milyen jó egy helyi piac. Na most ezt a színes, szagos lufit, amit a fejünk fölé fújtunk, ezt többé-kevésbé az önkormányzatnak beajánlottuk, illetve feldobtuk, hogy igyekszünk segíteni a megvalósításban karba öltve, és miután az önkormányzat igazából nem igyekezett átvenni ezt a madzagot tőlünk, így ránk maradt a falanszter, építhettük egyedül tovább, viszont ennek eredményeképpen 2004-ben, ahogy mondta, 2011. április 30-án megnyílt a nagymarosi termelői piac, ami több szempontból is diagnosztikus értékű, most mindenből kettőt emelnék ki, az egyik mondjuk a társadalmi vélekedés, másfél évvel ezelőttről beszélünk. Tehát az akkori társadalmi vélekedés a termelői piacokról, a másik pedig mondjuk a szabályozói háttér. A társadalmi vélekedésről annyit, hogy gyakorlatilag senki nem hitt semmilyen szinten a piac megvalósulásában, mi is picit nyilván vaciláltunk, tehát úgy nézett ki, hogy az önkormányzatot meg kell győzni, hogy legyen olyan szíves ingyen átadni a főteret erre az eseményre, ami hát azért nem okvetlenül egyszerűen ment el a torkukon. Nyilván meg kellett győzni őket az egész koncepció működőképességéről, aminek része volt, hogy van keresleti és kínálati oldal. Ebből kettő volt bizonytalan, ez a kettő. Tehát fogalmunk se volt őszintén szólva. Úgyhogy más se csináltunk, mint reggeltől estig hazudoztunk, és a kínálati oldalnak elmagyaráztuk, hogy természetesen ökológiailag tudatos, felső középosztálybeli valakik százai fognak ott rohangálni, hogy megvásárolják a termékeiket, és viszont elmondtuk, hogy itt valójában annyira kétarcú a magyar mezőgazdaság, hogy ugyancsak 2,3% a KSH szerint a foglalkoztatottság aránya a mezőgazdaságban, de az uniós országok közül a legmagasabb azok aránya, akik házi kertben valami földdel kapcsolatos dolgot csinálnak, ha nem is megélhetési szinten, de hobbiból vagy kiegészítő tevékenységként, tehát iszonyatosan sok termelő vár startra készen. És ehhez képest megnyitott a piac, és megnyugodva tapasztaltuk, hogy a bluff bejött, és tényleg voltak árusok. Némi nehézségeket igényelt a verbúválásuk, de voltak, és voltak vásárlók, akik nagyon boldogok voltak, és ott jól elköltötték a pénzüket. Egyébként a térségfejlesztési kis koncepció egy-két eleme azóta nagyon döcögve, nagyon lassan, és miután csak mi tartjuk karban, megvalósulgat, amin egy kis tájkert, óvodában konyhakert, egy bemutató tangazdaságnak a nem tudom, alapjai már le vannak téve egy hektára,
Mindenesetre a helyi piac lett az, ami vállalható módon talán a leginkább kiemelkedett ebből az egészből. Ami talán unikum volt az akkori piacok között, hogy állandó kultúrprogramok voltak, gyerekprogramok folyamatosan, azért próbáltam a kicsit döcögös filmen illusztrálni, hogy nagyjából milyen az atmoszféra az általunk üzemeltetett piacokon. Mindenféle szakmai rendezvények voltak, és egyébként a piacnyitástól kezdve próbáltunk részt venni a jogszabályi háttér barkácsolásában. Szabadka Jandival többek között, meg Vajda Eszterrel, meg sokan másokkal. És ez a másik oldal, amit még kiemelnék a másfél évvel ezelőtti állapotból, hogy úgy nyitottunk termelői piacot, hogy ez nem termelői piac volt, miután a szabályozás ezt explicit módon tiltotta, ha nem is. Tehát gyakorlatilag lehetetlen volt, mondjuk a megnyitási, egy termelői piac megnyitásának a feltételei egybeestek egy nagy vásárcsarnok üzembehelyezésének a feltételeivel, és ezért annyi jogi kiskaput találtunk, hogy ez egy olyan kulturális eseményhez kapcsolódó helyi termék vásár, amiből maximum nem tudom hány rendezhető egy évben, és maximum 30 napig tarthat, és akkor nálunk 12 ilyen kulturális esemény volt egy évben, mindegyik 30 napig tartott, és mindenhez. Tehát kvázi kényszer kultúrprogramjaink is voltak, amellett, hogy egyébként is lettek volna, ha nincs az a szabályozás akkor is, amilyen a vetőmagbőrze, zöldségszépségverseny és a többi. Jó, tehát ez a szabályozói környezet és ez a társadalmi megítélési kontextus, ami szerintem nagyon tanulságos. Aztán tavaly október 5-én volt a Szimpla, ami egy ilyen, budapesti Pest belvárosában található nagyméretű kocsma, különböző csatolt kulturális alkalmazásokkal, romkocsmaként kezd most gyökeret verni a köztudatban. A lényeg az, hogy a vendéglátás mellett azért állandó ingyenes rendezvények vannak, iszonyú sok civil aktivitás, és ami talán meg érdekes, hogy ez volt az első, tehát ennek a műfajnak mondjuk az ászlós hajója, és máig exponált ilyen, anyacsata hajója. Ez a Szimpla, az Astoria mellett a Kazinczy utcában, ami tavaly ünnepelte a 10. születésnapját, és ennek volt egy 10 napos ünnepségsorozat, melyre behoztuk a nagymarosi piac hős őstermelőinek egy válogatottját, és azt gondoltuk, hogy ők itt bemutatkoznak kísérleti módon, és egy esti piacot csináltunk egyébként, ami havi egyszer került. Az nagy siker volt, és gondoltuk, hogy akkor ezt havonta megismételjük ezt a jó dolgot. Annyira azért nem volt jó, mert nagyon nehéz volt összefésülni az esti klasszikus kocsma üzemmóddal, plusz elég kiszámíthatatlan volt a havi egy alkalom, tehát nem tudták az emberek belőni, hogy ha minden hónap második szombatját, nehéz volt ezt, ilyen volt, nem volt szisztematikus, úgyhogy ezzel felhagytunk. Ám de idén júliusban megnyitottuk ebben az ominózus budapesti vendéglátó, ezen a vendéglátó helyen, a Szimpla 2 háztai piacot, ahol egyébként januárban kezdtük előkészíteni az eseményt, mindenféle civil szervezetekkel konzultáltunk, mert hogy a nagymarosi piac minőségbiztosítását még elég ügyesen el tudtuk látni, úgyhogy vagy személyesen ismertük az adott környékről termelőt, vagy családlátogattunk. Most ez nyilván fővárosi piac esetén, ahova egyébként az országból mindenhonnan jöhetnek alaptermékkel, tehát nincsen 40 km-es kritérium, ez elég nehezen kivitelezhető, úgyhogy igyekeztünk ismerős civil szervezeteken keresztül leinformálni mindenkit, és így nyitott meg ez a piac, ami aránylag sikeres. A nagyvárosi piacon átlag 1000-en vannak látogatók egy szombati napon, a Szimpla 2-ben mondjuk átlag 1500-2000-en egy vasárnapi napon. És mondjuk mindkettő olyan 40 körüli termelővel üzemel, nagymarosan talán egy kicsit több van. Ott egyébként kézművesek vannak, itt csak egy élelmiszerpiac található. Jó, egyáltalán minek is, nem mennék ebbe bele, a mai nap szerintem a teljes élelmiszerlánc komplet vertikumáról kaptunk nagyon mély elemzést, úgyhogy ezt nem kezdeném el a környezeti oldalt kiemelni. Ami ettől függetlenül kétségtelen, hogy vasárnap például Budapesten a világon semmit nem lehet csinálni. Tehát rejtélyes okokból egy zombi várossal változik Budapest belvárosa. Tökéletesen kiürül, egy kávét nem lehet meginni, ebédelni is nagyon nehéz, és egyszerűen a jobbérzési családok elhagyják valamilyen zöld felület irányába a várost, aminek eredménye ez a üresen álló beton dzsungel. Ebből a szempontból mindenképpen okos dolognak tűnt, hogyha vasárnap csináljuk, van családi program. Azt hittem ide egy kvázi pláza, ami arra utal, hogy igazából két szinten folynak az események, vagy három, sőt négy. Tehát vannak állandó gyerekprogramok, vannak szakmai programok, amiket nyára felfüggesztettünk, mert nagyon meleg volt. Vannak termelői bemutatkozások,
és van egy állandó élő zene, ami a Szimpla Háztáji Bandből kavarodik. Ugyanis az alapgondolat annyi, hogy egy több évtized alatt eltűnő kulturális intézményt próbálunk a TEC halálból újjáéleszteni, amit ha tetszik, nem tetszik, újra meg kell tudnunk próbálni eladni valahogy, meg kell tudnunk tanulni, becsomagolni, meg kell tudnunk tölteni egyéb olyan felületekkel, amint fogást lehet találni mondjuk egy családként is. Másik ilyen dolog a budapesti piacok és vásárcsarnokok siralmas helyzete. A piacok nem piacok, legalábbis mondjuk a tavaszi állapotokat tekintve tisztelete nagyon kevés kivételnek. Alapvetően nagybani portékát értékesítő kofák expozéja az összes piac. A vásárcsarnokokkal még ilyen gond sincs, ugyanis azokban különböző élelmiszerláncok vertek gyökeret. Itt ez a Klauzáltéri vásárcsarnok, ha megfigyeljük, ez egy gigantikus méretű valami, egy gyönyörű vásárcsarnok század előn építették, amiben egyébként egy Kaisers van, enyhén paradox módon. A tér kb. 30%-át kihasználva, úgyhogy kihasználatlan a karzat és maga az egész logisztika, ami arra épül, hogy a termelők felhozzák az árajukat és betöltik. És ellenben itt egy darab őstermelőszerű entitást láthatunk, aki a parkolni tilos övezetben kipakolta egy területfoglalási engedély birtokában a holmiait, és hogy mondjuk ez sem tűnik egy nagyon okos és harmonikus állapotnak. Egyébként mi úgy nyitottuk a Szimpla piacot, hogy elmondtuk az önkormányzatnak, hogy ahogy a Klauzáltéri vásárcsarnok visszakapja az eredeti funkcióját, mi azonnal bezárunk. Tehát, hogy nem nagyon örülünk a piacnak, nagyon szeretjük, de hogy nem feltétlenül nem ragaszkodunk hozzá, egy közszolgáltatást nyújtsunk társadalmi felelősségvállalási keretből, tehát ahogy jobb lesz a Klauzáltéri vásárcsarnok, mint mi, akkor övé a pálya. Egyáltalán minek is volt szó róla, hogy maga a gazdálkodás, a piacozás és általában az árusításnak volt egy elképesztő eróziója magának a fenoménnak. Tehát egyszerűen egy-két-három generáción keresztül ez egy kínos, kellemetlen tevékenységé vált valamilyen portékával kiülve. Számtalantól beszélgettünk idősebb árusokkal, akik elmondták, hogy otthon már nem mernek a közért előtt, ahol szoktak, mert hogy a fiatalok meglátja az unoka, és hát ez tarthatatlan. A másik, amiről kevés szó esik, hogy egy teljesen evidens fair trade szituációról van szó véleményünk szerint, amikor a hazai helyi termelői háztáj esetleg bio, de nem feltétlenül termékeket. Egyszerűen ezt a valós értéktöbletet, ezt a valós környezeti és szociális értéktöbletet megfizetjük, tehát még akkor is, ha nem hisszük el, hogy egy relatív skálán jobbat kapunk annál, mint amennyit fizetünk, tehát hogy megéri az árát, akkor is mondhatjuk azt, hogy mi egyszerűen csak a vidék megtartása érdekében áldozunk erre, és nem feltétlenül ragaszkodunk hozzá, hogy a fair trade keretünket mondjuk egy bizonytalanabb célállomásra juttassuk, úgyhogy persze az is egy gyönyörű dolog. Kistermelők helyzetbe hozása harmadik szempont, ami miatt termelő oldalról fontos a piac, ez nyilván teljesen evidens. Talán a legegyszerűbb és legolcsóbb kitörési pont abból a kelepcéből, amiben most a magyar kistermelők vannak, és a lehető legkevesebb infrastruktúrális fejlesztés és a lehető legkevesebb anyagi fejlesztés kell hozzá. Tehát ennyiben butaság nem élni vele, és amennyiben a rendeleti környezet ezt lehetővé teszi, akkor nyilván egy evidens kiugrási lehetőség. Bocsánat, és akkor itt visszacsatolva a nagymarosi kezdetekhez, eltelt másfél év, és a Szimpla piacot idén júniusban már úgy nyitottuk meg, hogy egy legális, minden feltételnek megfelelő, ugye júniusban kijött az egészségügyi végrehajtási rendelete a tavalyi helyi piac törvénynek, tehát gyakorlatilag mi vagyunk a legjobban meglepve, de megfelelünk minden előírásnak, és rendesen szakhatósági ellenőrzések vannak, amikkel átmegyünk minden egyes alkalommal. Magyarul, hogyha egy belvárosi romkocsmában lehet helyi piacot nyitni, akkor azért ez nem tűnik megoldhatatlannak közegészségügyileg, és ez nagyon üdvös. És jó dolog, és egyébként pedig visszatérve a társadalmi megítélés oldalra, láthatóan van egy hatalmas konjunktúrája magának az egész helyi piac fenoménnek, aminek biztos nagyon sok tényezője van, örülünk neki, ez a lényeg. Miért itt és miért így, megint csak minek egy kocsmába piac? Hát alapvetően azért nagyon izgalmas, mert hogy egy olyan egységes befogadó platform, egy olyan, nem tudom, tényleg olvasztott tégely, vagy gyűjtő tartály, ahol
a kedvenc példám, hogy vannak itt a, nem tudom, New Yorkra emlékeztet, amikor átsétál ezen a területen, és valakit, nem tudom, kerekegyházára, tehát már gyakorlatilag mindent hallottunk. És egy olyan, hangozzék ez bármilyen hülyén, de egy olyan hídverés a népi urbánus szembenálláson, amire valószínűleg egyébként nem lettünk volna képesek, ha nincs a nagymarosi piac szociális tőkéje. Tehát ha ott valamilyen szinten a vidéki láb nem bizonyít, mai napig, vagy hát erről majd még egy-két mondatot mesélek, akkor nyilván ez nem jöhetett volna ilyen szempontból, és nem lenne akkora hitele az egésznek, amekkora talán most van. Nyilván nemzeti és nemzetközi közönség is van, elképesztő sok turista jár hozzánk, akiknek szintén egy szép attrakció, meg örülnek neki nagyon. És mondjuk a közösségi főzés példáján szemléltetném ezt, ami konkrétan egy olvasztó tégely, most nézem csak. Különféle, az egyik ilyen kis produkciónk a piacon belül, hogy különféle híres emberek, gasztrobloggerek és azok, akik ilyen téren valamit letettek már az asztalra, eljöhetnek és ingyen főzhetnek nálunk, ezt a lehetőséget kapja. És segéderőt pedig az olvasótáborból verbuválnak, vagy hát a rajongók közül. És utána természetesen a piaci alapanyagokból ér csak főzni. Ugye ez lenne a környezeti oldal, most kicsit erőltetett is. Meg a szezonalitás az egészben, és a szociális oldal pedig az, hogy az eladott, a kisfilmben is látható élelmiszer eladásából befolyó bevételt a Budapest Bike Mafia radikális szociális munkásai rászoruló családok élelmezésére költik, tehát vagy bevásárolnak nekik, vagy konkrétan adják a pénzt. És akkor így jöhet létre az a nagyon vicces dolog, hogy a brooklyni látogató a 7. kerületi roma családnak a havi költségvetéséhez járul, valamilyen fair trade szinten hozzá. Nyilván most kicsit kiéleztem az egészet, de talán így illusztratíve azért érthető, ez egy plakát mondjuk a múlt heti alkalomról. Aztán rá is térnék gyorsan a tapasztalatokra, hogy maradjon inkább idő bármire. Az egyik tapasztalat, hogy a napi gyakorlat általában a jogi szabályozás előtt jár, de a távolság leküzdhető, ez szerintem valamilyen szinten normális, nem olyan furcsa. A örömhír ebben, hogy megugorhatóak ezek a szakadékszerű távolságok. Tehát lehet tárcaközi és háttérintézményi szinten olyan közös egyeztető üléseket rendezni, és itt ismét tiszteletadás azoknak, akik ezt felvállalták, lehet jogszabályi módosításokat elérni. Másik tanulság, hogy a fővárosi helyi piac egy nyilván egy fura oxymoron, vagy egy fából vaskarika, mégis hiánypótló szükség lett. Tehát nagyon, nagyon nehéz azt mondani, hogy helyi termelőknek megéri a fővárosba eladható mennyiségű élelmiszert a jelenlegi benzinárak mellett felhozni. Ugyanakkor mégiscsak ez van. És ezen a ponton nagyon érdekes kicsit arra mégiscsak kitérni, hogy bármennyire is klassz dolog a helyi piac, és bármennyire van ennek most egy reneszánsza, hogy az államtitkár úr mondta. Nagyon, nagyon kényes kérdés, hogy mi az az adott kontextus és az az adott rendszer, amiben ez az adott helyi piac ágyazódik. Tehát univerzális értelemben nem tartom egy nem tudom, mindenre érvényes orvosságnak, és nem gondolom, hogy azok az emberek, akik egyébként nincsenek benne abba a 96%-ba, akiknek a piac részesedése 10%, tehát nincsenek benne a mikro és kisvállalkozásokba, hanem ugye itt pont arról a pár tízezer homályban ólálkodó ős és kistermelő, potenciális ős és kistermelőről beszélünk, akik most kvázi kényszerháztáiznak. Tehát van egy polgári állásuk, mondjuk, jó esetben, nagyon jó esetben, és emellett próbálnak a háztáji fölösleget értékesítve csápnyújtogatni a piacon, nekik egy kitörési pont, és nekik egy ugródeszka, amennyiben mondjuk a helyi piacokat célzó fejlesztések valamilyen integrációban vannak mondjuk a családi gazdaságok, nem tudom, beruházás fejlesztési politikáival. Tehát ha ez így haladhat, akkor előállhat az a klasszikus szituáció, hogy klassz, a helyi piacon kipróbálják magukat, vagy tetszik, vagy nem. Ha igen, fejlesztenek, ez a 2 tehén, 8 tehén, 100 tehén, amit pont valakivel nemrég sikerült beszélni. Tehát ezeknek az ugrásoknak viszont kritikus feltételei vannak, ami nem mindenhol van meg. Jó, ugyanis ezek az árusok ugye az egyik típus, a másik típus az, aki mikro és kisvállalkozás, és egész egyszerűen már 1-2-3-4 alkalmazottja van, és a jelenlegi profilját lebutítja
olyan értelemben, hogy kivált három darab kis termelő igazolványt, és részt vesz a helyi piacon, mert hogy az egy nis piac, ahol szintén érdemes eladni magasabb feldolgozottsági értékű termékeket. Ami szintén klassz, csak hogy akkor tisztán kell látni, hogy melyik oldalt kívánjuk a piacokkal helyzetbe hozni. Nyilván nagyon fontos azt is tudni, hogy önmagában helyi piac fejlesztésre iszonyú sok pénzt ráönteni, és sem feltétlenül átgondolt, hogyha nincs az adott pont.